Így néznek ki az iskola korábbi ablakai. Ezek főleg a lépcsőházakban már nagyon elavultak voltak, mondta el hiradónknak az igazgatónő, ezért a fenntartó támogatásával most korszerű műanyag cserélik ki őket. A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum felmérte azokat az igényeket, amelyek a legsürgősebbek az iskolákban, a karbantartás és a felújítást illetően. Így került sor az iskolában a felújításra. Ez zajlik most, ez érinti elsősorban a nyílászárókat, az első és a hátsó bejárati ajtót, a lépcsőházi ablakokat végig, és mindazt az, azokat az ablakokat, amelyek még a régi fablakok fa voltak. Ebből már csak néhány maradt. A kivitelezők körülbelül 180 négyzetméternyi üvegfelületet cserélnek ki, ezen kívül pedig az elektromos hálózat is megújul. A villanyvezetékeket is megnézik, miután azok balesetveszélyesek, illetve életveszélyesek voltak. Nem az egészet cserélik, de egy részét, és a az ezzel kapcsolatos fűtésrendszert is. A munkálatok a napokban kezdődtek el, mire pedig a diákokat a tavaszi szünet után újra birtokba veszik az iskolát, már megújult környezetben folytathatják a tanévet.